Nem esküszöm, hogy nem clickbait a cím, ugyanis három másik magyar youtuberrel és hát jó néhány spanyol influencerrel együtt abban a nagy megtiszteltetésben volt részem, hogy elutazhattunk Barcelonába a De Agostini halálos iramban tematikájú rendezvényére, ahol akciófilmes vezetés technikákat próbálhattam ki. Tehát magyarul úgy vezethettem, mint ahogy Dominic Toretto a filmekben. Vagy hát leginkább csak próbálkoztam. Illetve két spanyol kaszkadőr elég érdekes kulisszatitkokat árult el a halálos iramban és más akciófilmek autós jeleneteiről, illetve az autós üldözésekhez használt trükkökről. Ez műveg. Ilyen még nem találkoztam. Zseniális. Zseniális. Meg lehet nyomkodni meg minden. Ja. Igen, ezt nem vág. Én az IGN Hungary-t képviseltem ezen a rendezvényen, mint IGN Gábor, úgymond, de a városnézést és egyéb dolgokat már nem az a srácként tettem meg. Ez picikét furcsa, mert olyan, mintha skizofrén lennék és lenne több személyiségem, de mindegy, ugorjunk. Ezért tehát hoztam nektek néhány érdekes felvételt a barcelonai utazásomról. És igen, fogok driftelni a videóban, mindjárt mutatom a felvételeket. Én nem az a srác vagyok, és... tartsatok velem! A rendezvényen pedig akciófilmes vezetéstechnikai oktatást kaptunk. Kipróbáltuk milyen szlalomozni, driftelni és tolatásból megfordulni nagy gázzal. Ezeket a feladatokat pedig kisebb-nagyobb sikerrel teljesítettem is. Esküszöm, próbálkoztam a legjobb teljesítményt kihozni magamból. Aztán beültem Piskolti Kevin mellé, aki nemzeti drift bajnok, szóval ha valaki, hát ő aztán akkor tud vezetni. De nem mondhatnám azt, hogy nem volt halálfélelmem mellette. Innen is Pacsi Kevinnek az élményért. Ezúton is hatalmas köszönet Adrinak a külső felvételekért, amiket ő készített rólam, amint bénázgattam. Lényeg ami a lényeg, a nap végére megkaptam az akciófilmes vezetéstechnikai tanfolyam diplomámat. És valahogy véletlen összefogtam a Szirmai Gergőjével, úgyhogy Gergő, hogyha nézed ezt a videót, akkor szívesen elküldöm neked postán a diplomádat, ami valamiért hozzám került, illetve hogyha találkozunk, akkor szívesen odaadom. És ezúton is elnézést kérek, hogy nem szándékosan, de elloptam a te diplomádat is. Tényleg nem volt szándékos, esküszöm. Aztán másnap kezdetét vehette a városnézés. Elsétáltunk többek között a park Güellbe, vagy Güell parkba, ami egy gyönyörű mediterrán hangulatú pálmákkal tarkított park. Érdekesség, hogy a pálmák között papagájok élnek, akik egyáltalán nem félnek az emberektől, sőt, egészen pofátlanok is tudnak lenni. De azért összességében aranyosak. Emellett pedig gyönyörködtünk egy sort a Barcelonára nyíló, gyönyörű szép panorámában. Természetesen a híres Sagrada Familia sem maradhatott ki a városnézésünkből, így megcsodálhattuk, hogy milyen monumentális és gyönyörű építmény is ez. És persze, mivel Barcelona a földközi tengerpartján fekszik, ezért a strandot sem hagyhattuk ki. Bár ezen a tájon elég kellemesen meleg a tavasz, azért a 20 fok és a jéghideg tenger nem igazán hozta meg a kedvünket a csobbanásra. Este pedig belecsöppenhettünk egy kicsit a város pezsgő éjszakai életébe, ahol sétáltunk lefelé a La Ramblán.
Szóval ez volt a barcelonai kalandunk, nagyon-nagyon röviden, zanzásítva, összefoglalva. Elmondhatatlanul hálás vagyok a lehetőségért, mind az IGN Hungary-nek, mind pedig a De Agostini-nek. Egy felejthetetlen élmény volt tényleg megtapasztalni ezeket a vezetési technikákat. Tényleg akcióhősnek éreztem magamat arra az egy napra, amíg itt ezeket gyakoroltuk. Aztán sajnos vissza kellett ülnöm a volán mögé, és a városban már nem csinálhatok magánemberként ilyeneket, de azok a driftek, hát kegyetlen jók voltak, tényleg. No de végezetül kíváncsi lennék arra is, hogy ti hogy álltok a vezetéssel? Van-e jogsitok? Tudtok-e vezetni? Szerettek-e vezetni? Vagy szeretnétek-e megtanulni? Szóval minden jöhet lent a komment szekcióban. Ha pedig tetszett a videó, akkor mindenképpen csapass egy lájkot és iratkozz fel, hogyha nem szeretnél lemaradni az elkövetkezendő tartalmakról sem. Instagram és Facebook még mindig tudtok követni, a linkek még mindig ott vannak a leírásban. Én köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan újra találkozunk, és ezt még mindig nem fenyegetésből mondtam, hisz tudjátok jól. Sziasztok! Legyen a téma az utóbbi tetszett, iratkozz fel, a csengőt fejed meg.